És már is üdvözlünk itt mindenkit ezen az újabb Red Dead Redemption videó felvételen. Tudjátok, a legfontosabb, ha nézitek és eszetekbe jut valami, akkor írjátok meg a segítséget, a javaslatot, vagy azt, hogy mit rontottam el. Közben nyomjatok rá a like-ra is, mert nekem az jó. A követésre, vagy feliratkozásra, ha még nem vagytok a csatorna követői, és úgy érzitek, hogy erre mindenképpen szükségetek van. Sokat segít, javít hozzáállásomon, stb. És akkor most pedig leszpónoljuk Anthony Walter karakterét oda, ahol utoljára járt. Nem emlékszem, hol van, ez szerintem Valentine templománál. És hát annyit kell tudni, hogy jelenleg szerda van, és este 6:45, tehát várhatóan néhányan most lehet, hogy lesznek majd az utcákon. Nézzük meg, hogy mi van a zsebünkben. 8 darab dollár, egy kis csali, üres üveg, azokat mindjárt meg is töltjük, horgászbot, nincs sok minden nálunk, jól vagyunk lakva. Hogy elsétálunk a kúthoz, itt van a házak mögött. Aztán meglátjuk, hogy most, hogy így délután jöttünk föl, vagy hát inkább kora este, talán lesz-e egy kis interakciónk másokkal, plusz keresünk valami munkalehetőséget. Lehet, hogy újra megpróbálkozunk a bányával, csak bevásárolunk hozzá kajából akkor viszont, meg vízből. Bár nagy eséllyel kút az van a bányánál is. A vizes üveget meg tudjuk tölteni. Szerintem megnézzük ezt a bányát újra. Csak vinnünk kell magunk a pénzt, mert ugye eszközt kell hozzá vásárolni. Mindenesetre most először megtöltjük ezt itt. Két üveget. Még egy van szerintem. Ezeket mindenképpen érdemes megcsinálni. Jó, most akkor két üveg vízünk van, és hát más nem nagyon. Hát megyünk a bolthoz. Kíváncsi vagyok, hogy mennyi emberrel fogunk találkozni ma. Ezek az elhagyott lovak, ezek gyanúsan karaktereké, tehát nemhogy megrúgjam, hanem meghűlök. Itt van szembe a bolt. Bemegyünk ide. Veszünk egy kis kenyeret. Mondjuk. 3-at? Legyen 3, nem? De majd meglátjuk. 3 kenyér, meg még egy üres üveget veszünk. Vagy akkor 3 kenyér, 3 víz legyen nálunk. Akkor nem frissül, hogy mennyi dollár fogyott, de most már csak egy van nálunk, tehát át kell majd mennünk a bankba is. Úgyhogy akkor először átmegyünk a bankba. Miért mentél fel a lépcsőn? Ez nem a bank. Ez mire jó itt ez a hely? A kocsma. Nem tudom, ez a bank? Melyik a bank? Megint én voltam csak időben itt. És ez hol beszél ez az ember? Hallottam, hogy melyikötök horkolt vajon? Igen, én nem horkolok. Akkor az aranyhaj. Ott a bank. Hogy nem? De bizony. Ja, nem, hülye vagyok. Miért erre jöttem? Mindegy most már. Gyere közel hozzám. Érdem, mert ez egy interakciós a pad? Az igen. Na. És már csak 400-al tartozom. Az igen.
most már csak 400. Milyen hangosak. Ennyi erővel átrokhattam volna, én számlálom a tiédre, de... Megnyomtam a Z betűt, hát az nem jelentett semmit. De hogy lehet vajon hatótávolságot választani? Nagyon hangosak, nagyon hangosak. Jó napot. Hogy is. Hogy is sem. Kell nekem. Na nézed, már kiüld a kakasülőre ki. Kifizetés. Viszünk magunkkal egy 5 dollárt, nem többet, mert... Na lehúzzam. Mert nem? Há, nem akarom, hogy akkor eltessen. Már pisztoly van a kezébe. Nekem kéne egy ló. Előbb találkoztam egy úriemberrel, akit úgy hívnak, hogy Jimmy. És panaszkodott, hogy egy picit halkabban beszélek egy pillanat, mert a torkomat. Nagyon hangos a csaj, basszus. Szerintem erre a lóra, mi arra a lóra ott fölpattanunk. Ja, de várjatok, még meg kell tölteni a vizes kancsót. Na most rossz felé megyek ahhoz, ugye? Hogy van? Jó helyen vagyok? Jó helyen vagyok. Még azt az egy vizet megtöltjük, és akkor elmegyünk a bányába. Hát elvisszük innen a lovat az udvarról, mert úgy látom, ez a senki lova itt. Tudom, hogy ezt nem így kéne, de majd aki az lelő, vagy nem tudom, az elkap, ha úgy van. Ezt az egy vizet még, hát kicsit közel kell sétálni ehhez a kulthoz, hogy működjön a dolog. De ez a négy fickó, ez itt NPC. Most már lesz 3 vizünk. Azokat lehúzzuk a gyors gombokról, mert nehogy aztán véletlenül ígyuk meg. Így. Csalikat is. Így. A botot is. Akkor van nálunk pénz, hogy vegyünk csákányt. Úgyhogy akkor most a pacit ezt elkötjük. És akkor elmegyünk a bányába. Lesz, ami lesz. Az ugye itt van. Így. Úgyhogy menjünk gyorsan el a bányához. Hát gyorsan, az nem tudom mennyire lesz gyors, de majd mindjárt kiérünk a városba, akkor kicsit gyorsítunk a tempón. Elméletileg ugye szabály város, nem is szabály, hanem az törvény tulajdonképpen a sheriffek által ellenőrizve, hogy vagy rangerek, vagy hogy hívják ezeket? Na minden esetre most még, hogy ilyen, nem is tudom, hogy ez a nap, ez szerintem ez még ilyen reggeli napsütés lesz, nem? Tehát még a sötét előtt el fogunk jó esetben érni a bányához. Az, hogy aztán a lóval mi lesz? Hogy kikötjük ott, és akkor megmarad? Be is indult a zene. Azért érdemes az úton szerintem, mert a kígyó akkor nincs valószínűleg. Hát igen, ez mondjuk érdekes most, hogy az ember ilyenkor nem tudja, hogy meddig kell lovagolnia, mert nincs kilométer számláló a GPS-be. Ne. Ugye, mert a hol és nem a hová kérdésre válaszolunk, ezt csak így mellékesen megjegyzem. Kipróbáljuk ezt a bányászt, hogy egy kicsit több pénzt tudunk, nagyon nehéz itt, tehát hogy annyira nehéz pénzt szerezni és ezt megtartani. Nincs semmilyen fegyverünk, nem vadászunk, de azért is olyan keveset adnak, tehát. Kicsit olyan alul szaturáltnak érzem a játékot, tehát hogy olyan
Nem túl zöld. Kicsit szürke. De legalább működik, ugye? És hát igazából nem lehet panasz. Erre most, mert igaz, hogy nem voltam még olyan időpontban a szerveren, mikor nagyjából sokan is vannak. Nem tudom, hogy ma lesznek-e sokan. Jaj, mi volt az? Valami volt a fűben, látod? Hogy megugrott a paci? Lassíts már le! Kicsit megnyugtattuk a lovat. Na, mehetünk akkor, pacikám. De érdekes volt ott a falevél. Keresztül olyan furcsán. Hát mi is erre megyünk, amerre ez az úr. Na, micsoda kis szekértábor. Grizzlies. Remélem nem lesz medve. Jó kis hegyi úton vissza bányába. Mekkorát laggoltunk egyébként ott a bankban, azt nem is említettem ott hirtelen, mert abban voltam elfoglalva, hogy vajon hallják-e a köszönésemet így, hogy mekkorát laggol. Ha valami kis házat találunk menet közben, abban érdemes benézni, mert ugye a Discord szerveren kihirdetik, hogy ezt azt helyeztek le, NPC így, NPC úgy. Gondolom, hogy nem nagyvárosokban van. Hát ilyen eldugottabb út melletti kis házikokba érdemes a kilincsre rányúlni, hogy... Hát, ha megtaláljuk mondjuk azt, aki... Most az új dolog a szerveren az a... fejvadász meló. Hát nincs fegyverem, nem tudok fejvadászatot vállalni nyilván, de... legalább ha megtudjuk hol van, akkor később ki lehet próbálni. Na most itt például csak egy ilyen szekértábor. Nincs semmilyen NPC, ha jól látom. Úgyhogy tovább is mehetünk. Meg a fénykép alapján az egy házban van és nem egy sátorban vagy szekérben. Vagyunk a vízparton, nem mondjuk horgászhatnánk is, ha nagyon úgy tartaná kedvünk, de most ezzel nem foglalkozunk. Az az előző epizódban van a nagy horgászszopás. Aki akarja, az nézze meg a korábbi Red Dead epizódot, hogy mit szívtam én itt a pecázással. Kellene egy saját ló nagyon, mert ugye a lónak a kis táskájában könnyebb eltárolni dolgokat halál esetén. Ezt most nem tudom, hogy... Jézusom! Jézusom! Jön a medve! Jön a medve! Fus, 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 fus! Csak nem jön utánam, haló? Vérzek! Elmegy a lovam. Hé, hát el ne süllyedjek már, basszus. Mi van, nem tudok úszni? Ezt nem mondjátok komolyan. Nem tud úszni a karakterünk.
Esküszöm, gondoltam rá, hogy venni kell egy pisztolyt. De hiába nyomom az E-t, nem jön a doki. Hát ez baj. Megint buktunk 5 dollárt, kaját, piát. Ez így nagyon nem jó, gyerekek. És nem jön doki. Hiába nyomom az E-t. Mi van? Na most mi történt? Sikeresen segített rajtad a doktor. Jaj, akkor gyorsan, gyorsan, gyorsan menj, úsz! Na most az a kérdés, hogy oké, hogy segített rajtam a doki, de hol a medve? Az eltűnt, és hol a ló? Ó, itt van egy ház. Megpróbálkozunk vele. Hát, ha van egy állat mellette, amit el tudunk lopni. Jó, pont fotózni akartam egy jó medvetámadást. Nektek. Gondolom, ebbe a házba nem tudunk bemenni. Ez itt zárva van. Ott egy szarvas. Ez is zárva van. Hát ez elég baj. Mert most nem tudom, hogy mit csináljak, hogy elinduljak az erdőbe. A zsájával tudunk-e valamit kezdeni? Na, erre leraktuk a földre. Ezt nem hiszem el komolyan, hogy ezt minden alkalommal eljátszom. Elhasználtam a zsáját, de mire? Hát most ez így baj. Ez így elég nagy baj. Megpróbálunk itt kifutni a világból. Hát, ha megússzuk a medvetámadást, de hát szerintem nagyon messze vagyunk mindentől. Ha megint jön medve, akkor viszont végünk lesz, az biztos. Hát ez szuper. Mert legalább tudjuk, merre ne jöjjünk legközelebb, ugye? Tanulságos. Hála Istennek, hogy felszedett az orvos, legalább a pénzünket egyelőre nem buktuk el, de hát még addig. Nincs a közelben valami város, település. Megpróbálunk itt ezekre. Hát ezt nem hiszem el, hallod? Hogy kell leszállni? Hogy kell leszállni? Ezt elhiszitek? Ó, édes Istenem! Remélem megint felszed. Na jó, van, sikeres. Sajnos nem tudod. Ez így nagyon nem jó. Azt hiszem a legbiztonsabb... Ójaj, hol vagyok? Meg se foglak így ismerni. Megint ezt a csajt hallom. Nekem tetszett az, hogy az itt nem van kis golyó. Hogy neki. Leöntöttem a billentyűzetemet egy kicsit közben, de ne aggódjatok. Hoppa, játszunk lehet.
De nekem Igor is tetszik. Miért hallom ezt a nőt annyira? Olyan nagy a voice range, hogy gondolom kuka mindenem. Persze, hogy kuka mindenem. Akkor... Ja, mindenki azt mondta, hogy úgy nézett, hogy jövök összeköltetni. Pedig ilyen szeretném. Hát semmi nem változott. Hol beszélgetnek ezek, hogy ennyire hallom őket? Pedig nem úgy mozgok, mint egy öreg asszony, ezt elhiheted. Szép napot. Na, már igaz. Hogy? Hát akkor gyerekek, visszatérünk ahhoz, hogy egyelőre kocsi. Mert nekünk ezt a pénzt, ezt pótolni kell, de most benne van a... Nincs itt. Erre indult. Várunk. Akkor lemegyünk oda. Hát erre nem számítottam, hogyha fölülök utasnak, akkor kilőnek az NPC-k. Durva dolgok vannak, hát ezeket mind meg kell tapasztalni. Másik az, hogy azt nem tudom, hogy most a felvételem az laggol amúgy? Lehet, hogy csak a preview? Nem tudom eldönteni. És hát nagyon szuper, hogy ez így jártunk, igaz? Na, akkor viszont megnézzük a repunkat. How do you do? How you do? Az E betű olyan szinten késik. Ja, nem, mert nyomva kell tartani. Repu az úgy áll, hogy jelenleg 32 level 4. 16 fuvar. Tehát a 32-es után ugye a 70-es, 45-ös jön. Azt szerintem meg tudjuk nagyon gyorsan szerezni, úgyhogy akkor elmegyünk az utasért. A főszána végre ez a nyomorult. De már erre lepihen. Viszont kicsit szerzünk pénzt arra, hogy tudjunk bányászni, és aztán majd elmegyünk a bányába, és ott végzünk a fuvarral. Szerintem, meg kaja. Hol van ez az utas? Ott bent. Főpattansz? Kösz. Tudtam, hogy vissza kell fordulni, mindig vissza kell fordulni. Ah! Leugrottam! Hey, várjál, nem ezt akartam. Istenem. Ezt hogy csináltam? Mellé nyúltam. Bocs, jövök. Na, gyerünk akkor. Vigyük el az utast a megadott pontra. Biztos a falu végén van. Verjük a lovaknak alá. Hadd szokja. Ugye fuvaronként ilyen 6-8 dollárt ad, tehát ha megcsinálnék egy 3-at, 4-et, akkor már egész jó pénzünk lenne. Vennünk kéne egy fegyvert, csak az a baj, hogy most ezen a helyzetben nem ölhettem volna meg őket, mert igazából szerintem az nem indok. Lehet, hogyha futottam volna még 3 percet, akkor egy városhoz érek. Minden megoldódott volna, de hát így jártunk. Ilyenkor várom a kommentben a tippeket, lebaszásokat, bármit. Ezt lehet, hogy jobbról beelőzzük, mert útban van.
És oda a horgászbotunk, az összes csalink. Ez nagyon rossz, hogy nincs tárolási lehetőség. Ez borzasztó. Egyébként meg kell hagyni, hogy ez borzasztó. De hát mindegy. Nyilván az út közepén lovagol, érted? Eddig is erre kellett menni szerintem ezekkel a lovaskocsikkal, nincs új útvonal. Kell egy kis pénzt szereznünk, és hát ez a legtisztább és biztonságosabb módja, mert erről nem szed le a medve. Ez nem szalad el, ez a kocsi. Nézzük, hogy... Nagyon kéne egy saját ló, de hát minden pénzünket felégetjük a bénázással. Nem tudom, mit kellene csinálni, hogy jó legyen nekünk. Ez az izéhez vissza, az a Likluk valamihez, azt hiszem, ami csak egy ilyen erőd. Szerintem ez az a fuvar. Mindjárt kiderül, hogy az a fuvar-e, vagy nem a-e. Szerintem ez eléggé izé egyébként. Tryhard. Lehet, hogy azért is vagyunk egyébként kevesen, de kurva messzire kell elvinni, remélem jó sokat fizet. Hát igen, erre gondoltam, hogy ide jövünk. Itt se bolt, se semmi, egy ház van itt, mondjuk ez nem lenne rossz, az ember itt lakna. Nem is lenne rossz itt venni háza, csak mindentől messze van, az a baj. Az összes ház olyan messze van mindentől. Jaj, hova kell menni? Olyan helyre megyünk, ahova nem vezet út? Hát ez érdekes. Hova visz ez a... Állj már meg, ló, he. Á, ő, ó. Hát így már van út. Valamiért nem jelölte a GPS a menetrendet. Akkor visszamegyünk ezért az utasér is. Ja, azt meg kéne nézni még, bocsánat, még annyira megállnék, hogy... $7 kaptunk ezért az egy utasért. Hát végül is, ha sokat kocsikázunk, és ez lehet, hogy akkor meg fogom csinálni, hogy majd felvételen kívül még kocsikázom, hogy ezt ne kelljen nektek ezerszer végignézni, hát
Persze szerintem szánalmas, ahogy nyomom, tehát hogy lehet, hogy vicces, hogy állandóan meghalok. De szép itt a levendula, vagy nem tudom mi ez. Hogy ránk sötétedett egy pillanat alatt, és ezen a kocsin nincs is lámpa. Ez át akart vinni mindenem minket, most meg úgy látom, hogy nagyon szarul. Visz, de mindegy, hát ismerjük meg a mappot. Ezeket mind lepuffantani, levadászni, de jó volna. Hova kerül a fegyver, azt hiszem 10 dollár. De még egy kettőt kocsik, lehet, hogy ezt kellene csinálni, csak ez is kell a ló. Ló az alapja mindennek, ha nincs saját lovad, akkor fújhatod. Ez micsoda itt, ahol most vagyok, ez egy ilyen kis település? Nincs is rajta a mappon. Ezek a házak még jelölve sincsenek. Itt van a kiégett erdő. Ha nincs az a medve támadás, akkor egész jó el vagyok, csak a bolondó megüzélődött a medvétől, megijedt. Ne kussolj már, ha nem haladjál. Mit pikoksz? Ott volt valami. De nem medve. Előbb ott is van, tele van az erdő ilyen. Miért a bal oldalon közlekednek? Ja, lehet, hogy az 1800-as években a bal oldalon közlekedtek? Megint Valentine-ba kell visszamenni az utasír, ha jól láttam, emlékszem, vagy jól emlékszem. A pecázás se olyan rossz. Mármint keresetileg, mert egy dolláros csaliért, egyszer megveszed a botot, az oké. Egy dolláros csali, 4 dolláros vétel, tehát hogy 3 dollár tiszta haszon van, minden megfogott halon. Csak tudni kell, hogy mire pecázol, mert a nagyobb halakat én nem tudtam kifogni, ha megnéztétek az előző részt. Úgyhogy, ja. Én egy ló. Kis tábortüzecske. Meg aztán ugye most nem sokára szintet lépünk megint, de szerintem az csak dollárokat jelent igazából esetleg a fuvarokban. Mert ez a szint sem volt nagyon más, amikor ugye már egyszer léptünk szintet ebbe a lovaskocsikázásba is. Ráadásul tök gyorsan éhes lesz a karaktere. Azt hiszem megérkezünk lassan a fuvarért. Igen, ezt is ismerjük, ezt a fuvar felvevő pontot is már. Itt jó, van egy körforga, amit viszonylag könnyű megfordulni. De ez nem Valentine egyébként. Hanem... De nem jelöli... Nem jelöli az utat a... Meló. Csak ezt a sárga szart... Oda nézzetek, vissza kell vinni Valentine-ba. Ami azért nem gond... Olyan nagyon, mert akkor ott meg be tudunk bankolni. Merre? Mögöttünk kellene? Lovacskák, irány hátra.
húzzátok csak. És itt meg jobbra. Milyen utakon kell ezt elvinni? Igen. Na nyomjuk. Ott ez elég baj. Hogy ilyenekre kell vetemednünk, de hát most azt mondja, ez a következő fuvar is ad hetet, az már 14, meg a bankban maradt, mennyig maradt? 5? 9? Nem lesz meg az a $50 a leggagyibb ló, az emlékeim szerint, hát azért még elég sokat kellene dolgozni. Lehet, hogy az lenne a jó, ha majd akkor ezen streamen kívül, vagy hát nevezzük a streamnek, de ugye felvételen kívül. Úgy gyerekek, alig látok. Pont ahhoz a hátam mögött van az ablak. Plusz itt kezd besötétedni, odakint még süt a nap. Visszamegyünk Valentine-ba. Kirakjuk a csávón. Elrakjuk a pénzt. Eszünk. Meglátjuk, hogy ez hogy lesz most. Nyilván ez a farakodós meló a legjobb, de az hogy volt? $1 adott? Mi sivít? Disznót ölnek? Ó, nem vagyunk már messze. Azt hittem, hogy ez játékos lesz. Mondjuk mögöttünk van ahova menni kell, tehát jók ezek a nagykerülők, de hát nem lóval vagyunk, hanem lovaskocsival. Mindjárt visszafordít, aztán jó lesz. Kíváncsi vagyok, tudjátok, hogy hogy állunk, úgyhogy... Ezért van itt valami ingatlan típusú. Lehet, hogy ebbe van a NPC. Ja nem, ez csak egy vasútállomás. Gyanítanám, hogy a fejvadász melót. Ezek miért vannak benne? Ezeket ki kéne inaktívvá kéne tenni szerintem. Kíváncsi, mikor az elő például a házi állatot. Srácok majd a szerverre, és hogy tud-e visszatámadni, az milyen lenne tudna támadni a házi állat, a farkasra a kutya. Akkor százalékosan meg lehetne adni neki, hogy... De jó, megcsűrcsavarja ezt az útvonalat. Hú, de rossz ez a sötétben menés, ez nagyon-nagyon koncentrációt igényel, úgyhogy ide benne a szobában világos van nagyon. Az NPC orvos azért nem rossz. Csak sajnos rossz eséllyel szedi fel az embert, ahogy elnézem. Na mindjárt odaérünk, ott már látszódnak a város fényei.
Vagy nem tudom, hol vagyunk, de szerintem ez már az. Lelassítottunk már. Itt vagyunk a városban. Ugye leszáll az utas. Így van. Nagyszerű. És most már lett 14 dollár. Ez is 7 dolláros volt ez a fuvar. Úgyhogy most leparkolunk a banknál, hát ha nem viszik el a kocsit, beteszünk gyorsan 10-et ebből a 14-ből, nehogy elveszítsük. Gyorsan, gyorsan. Igen, bank 14. Befizetés 10. Na, megint van 19 dollárunk a bankban, ez megnyugtató. Megnézzük, hogy állunk a repuval. Hogy került utas a kocsimra? Megnézzük, hogy hogy állunk. Kibírunk egy ilyen kanyart. Akár már akkor tudunk is lehet lovat venni. Akkor... Ennyi már, indulj már meg, annyira lassú gyerekek ezek a lovak. Na, megnézzük, aztán elviszük azt, nem tudom, hogy került föl az utas, de ezek szerint nagyon jó helyen voltunk egy utashoz. Howdy, sir. Pillanat, türelmedet hagy kérjem. Repu 36. Mindig? ...45, hát akkor... Nem volt olyan jó még, vagy nem íródott jóvá, én nem tudom, de... Lehet, hogy amiatt, hogy nem adta meg az útvonalakat, de pénzt megadott. Na, elvisszük ezt a csávót még akkor, az éjszaka közepén a hegyek közé. Tök jó lett volna, hogy ezen a Galaxy szerveren is bevezetik, ami a másik Galaxy szerveren már benn van. Hogy van egy úgynevezett motel. Legalább a cuccaidat egy részét be tudod tenni a fogadóban. Vagy csak nem tudok róla, és van ilyen. Tényleg, meg se néztük a fogadót, hogy az hogyan és miként. Azon kívül, hogy ott lehet fürdeni. Már akkor szerintem erről tudnánk azért. Úgyhogy, de azért ez nekem hiányzik, szóval...
meg a fény nagyon hiányzik ebből a játékból, de hát tudom, hogy ez ilyen volt annak idején. Nem volt fényszennyezés, meg nagyvárosi kivilágítás, pislák voltak a fények. Na most aztán bele a semmibe, a ködbe. Na ez de szép lesz. Itt aztán jöhet szembe bárki. Meg lehet szakadék. Na de se baj. Ittunk egy kortyot. Na hát. Remélem megint a halálfaszára kell elvinni ezt az embert. Gyanítom egyébként, hogy ez kb. Ugyanaz a távolság lesz megint. Nem nagyon találunk ilyen elhagyott viskókat. Valami volt ott. Ezek a kígyók. Ó, de jó, hogy csak ilyen közel kell hozni, hallod. Jaj, de nem oda, hanem a kapuhoz. Oké. Hogy ugatnak a kutyák, mi? Mondjuk ezzel valószínűleg csak 6 dollárt kaptunk. Aha, 4 volt nálunk. 6-ot ad. Ez számít a fuvarhoz, az biztos. Ej, pacik, ne arra! Ej, de gyorsak vagytok. Driftelt a lovaskocsi, mit akarsz? Nyugodtan lemettem volna körbe is. Akkor így az ösvényen megyünk. Lesz még egy fuvarunk, megpróbáljuk kihúzni azt, hogy megint Valentine-ig menjünk vissza. És akkor az azért lesz jó, mert a pénzt le tudjuk tenni, étel tudunk venni, a kocsit vissza tudjuk adni. Ez most a fuvar lesz az erdő közepén, szerintem, így emlékeim szerint. Amikor oda a ház... Ja nem, mert az itt van, ahol, nem? Valamik itt nagyon ugattak a jobb oldalon. Remélem nem farkasok. Ide, erre gondoltam. Itt a háznál. Itt hogy kell bemenni? Valahogy van itt egy lehetőség, hogy az ember bemenjen a fák között. Annyira nincs jelölve a térképe. Itt van a bejárat. Itt barna. Itt fölmegyünk. Körbe megyünk, majd meglátjuk, most itt bemegyünk az utasért. Valami itt van. Itt van, nem állt itt, de fölugrott. Erről ugye azt mondjam, de csak toladni tudunk, mert hát... Nem adta meg az élet azt az esélyt, hogy várjon csak, mert maga megint nem jelölt a GPS-en. Ó, nézzétek, hova kell visszamenni, jaj, de jó. És pont az éhez. Pont a munkaleadó ponthoz, hát ez nagyon jó. Megint keresünk egy kis pénzt. És kezd kivilágosodni, ahogy elnézem. Túléltük ezt az éjszakát. Egy újabb sikeres éjszaka után vagyunk. Azaz, gyerünk. És akkor most lesz még pénz.
Visszamegyünk még a lovaskocsi, lerakjuk a nőt, a lovaskocsival visszamegyünk a városig, és ott adjuk le a kocsit. Csak össze kéne ott ismerkedni valakivel, hát ha tudnak valamit, hogy hogy lehet egy lóra gyorsan összekaparni, kuporgatni pénzt, mit javasolnak. Mert ló egy kis, és egy kis KP az már sokat segít, mert a lovadat oda tudod mindig hívni magadhoz, és akkor nincs az, hogy elszaladt és nincs tovább. Itt kell eladni a halat, úgyhogy vissza is értünk nagyjából. Igen, hát Valentine-ból lehet lopni lovat, az igaz. Valószínűleg olyan helyen van ez a... olyan helyet kell nézni, ahol be van mappolva az épület. Na, ide kell hozni a némbert. Valahova. Így ni. Most körbe megyünk a bankig. Mert most lett nekünk 16 dollárunk. Megint. Hát azért ezzel a melóval lehet. Remélem nem ugrik föl az utas. Csak fél kaján vagyunk, lehet, hogy mennék én még egy kört. Mert megint nem jelöli a térkép. Ó! Oh. Az ismerős útvonal, úgyhogy megfordulunk, és azért mondom, hogy kicsit még lehet, hogy mennék én, hogy nem élő streamben vagyok, annak kicsi az esélye, hogy utonállók le emgézzenek adott esetben. Most ha mégis valaki kirabol, mert már tizenvalány dollár van a zsebemben, hát akkor így jártam. De csak a repu miatt gondolom azt, hogy még mennünk kéne a 45-ös szintért. Már olyan, mintha ez nem igazán növekedne ez a... tehát ez távolság függő marad. Nagyobb a kocsi. Lehet, hogy aztán ahogy lépsz elő, mondjuk 4 lovas lesz a kocsi, és akkor gyorsabban tudsz menni. Az mondjuk tök jó lenne, mert akkor viszont úgy tudsz több pénzt keresni, hogy ugye hamarabb elérsz a célhoz. Most kihajtjuk a lovak belét, és megnézzük, hogy ez így most hogy megyen. Egyelőre nem vagyunk éhesek, szomjasak, félig vagyunk. Ugye a orvosnál, hogy megnézzük azt, hogy ez megint működik-e, hogy ágyba fekszünk, és akkor jól lakunk. Egy dollárért, mert akkor inkább azt csináljuk, majd Valentine-ba megyünk a dokihoz, aztán bejelentkezünk. Hát nem tudom, mik a javaslatok, ki az, aki ismeri esetleg a szervert, és tud segíteni abban, hogy hogy legyen meg gyorsan a lovunk, de igazándiból úgy látom, hogy egy 2-3 óra játékkal, nem a játékon a lények, hanem hogyha ezt csinálja az ember, egy kicsit farmolja a pénzt mondjuk ezzel a melóval. Hoppácska, ne arra, ugye nem akartam fának rohanni, csak nem sikerült bevenni a kanyart a lovaknak. De megint bazd meg, a fák közé mennek ezek az ökrök. Annyira nem fordul maga a játék.
Most csak az alt nyomom. Most elfordul. Így né. Este 7 óra van jelenleg a való életben, miközben a felvétel zajlik. Nem nagyon futunk össze emberek, ugye nincs arra mód szerintem, hogy én megnézem, hogy hány player van a szerón. Mert a Galaxy Bot azt nem azt mutatja sajnos. Hanem a Galaxy Bot az, azt hittem egy medve van a vízbe, de csak egy szikla. A Galaxy Bot az összevonja a két Galaxy RP szervert, ha jól tudom. Pedig tök érdekes volna azért tudni, hogy amikor följössz, akkor hogy mire számítsa, hogy találkozhatsz a playerrel, van-e arra esélyed, hogy történjen bármi. De te miért cikázol előttem? Na. Mi volt a földön az a nagy piros tócsa, vagy nem tudom. Érdekes volt. Na mindjárt odaérünk ezzel a csávóval, aztán még egy fuvar szerintem, és akkor megint vissza fog vinni Valentine-ba. Akkor már tényleg ott abba hagyjuk majd. Na most legalább sikerült jóba venni a kanyart. Bérlovaknak ki lehet hajtani a belét, azok nem kérnek enni, úgy tűnik. Vagy, hát de igen, minden, nem. Arra gondoltam, hogy vadászhatunk is ilyen út mellett futkosó őzekre. De nem tudjuk, hol kell vadászpuskát venni. Csak sima pisztolyt tudunk venni, mert ugyan láttam én, hogy hol kell, de egy az, meg nem mondanám nektek, hogy az most hol volt. Egyszer láttam egy streamben, másodszor ugye az nem információ, tehát esetleg embertől kéne megtudni, hogy hogy van ez. Szerintem lehet, hogy pisztolyan én ezeket a vadakat nem is tudnám megölni. Na és megint nem dobta föl a kövi célpontot. A vágány, vagy a vasútállomáson van. Úgyhogy akkor gyorsan megindulunk oda is, mert még jók vagyunk kajába, piában. Nagyon kevés a vásárlási lehetőség a szerveren. Ahhoz képest, hogy a járművet sincs. Azért itt-ott én még leraktam volna azt boltot. Nyilván az alapmappon is így van, tehát hogy... Csak például megszeded a bokrot, az hiába eszed meg szerintem. Mondjuk gyümölcsbokrot még nem próbáltam, meg nem tudom, hogy vannak egy gyümölcsfák például. Vagy például mi van az almával? Az alma a szomjúságot és éhséget is csillapít-e, vagy azt csak a lovaknak tudod adni, ezeket még mind-mind meg kell majd tapasztalni. Ha van lovunk, mert nyilván etetni kell szerencsétlen lovat is, meg itatni. Mondjuk nem tudom, hogy itatom. Ja, bocsánat, ásítottam egyet itt a nagy nyugtató lovaglázás közben. De jó nagy agancsa van annak. Szép szarvas. Elszaladt előlünk, nem tudtuk elgázolni. De lehet, hogyha átmentünk volna rajta. Átmentünk volna rajta a lovas kocsival akkor. Ugye odaérünk a következő utas, és reméljük, hogy Valentine-ba akarja visszavinni.
Nagyon szeretném, ha úgy lenne, hogy ki vagyunk tömve pénzzel, és akkor... Én biztos, hogy nem fog drága lovat venni, de megveszem a legolcsóbb lovat. Nekem az a lényeg, hogy A-ból B-be elvigyen, meg majd idővel, ugye van egy ilyen terület a mappon, ahol lehet tanítani a lovat, mármint a saját lovadat, nyilván nem a lopott lovat. Majd fölfejlesszük szépen erőllétet, meg mindent. Arra tudok menni? Nem. Erre tudok itt kimenni, csak tolatva. Le ne rántsák itt a szekeret a domboldalról. Azaz, kifordultunk. Látjátok? Hova visz a map? Nézzük már meg, hogy hova kell vinni a hölgyet. Hát igen, Strawberry mellé. Strawberrybe viszont van bolt, tehát legfeljebb, na mindegy, menjünk. Hát most már nem állunk olyan jól, tehát legfeljebb kitérőt teszünk akkor kajáért, de Strawberrybe meg nincs bank. És jelenleg már 23 dollár van a zsebünkben, amit nagyon nem kéne elveszítenünk. Na már megint gyerekek, ez minden alkalommal, pedig már hányszor? Hol az egér? Itt van. Billentyű parancs letiltása. Ez. Minden streamben van egy ilyen, nem? Hú, de hogy megéheztem viszont. Jaj, micsoda szakadék. Elvisszük a hölgyet, aztán meglátjuk, hogy hogyan tovább. Összességében már ezzel a fuvarral együtt az mondjuk 29 lesz vagy 30 dollár. Nem lesz még meg a ló ára, de már nincs olyan nagyon messze az a ló. Erre kéne erőt, energiát fektetni, ezt a lovat megszerezni, mert a nőt, ezt hova visszük a semmi? Ja, föl ott a domboldalba, tudom mi ez a célpont. Igen, igen, erre gondoltam. Itt van majd az a lepukkant lovaskocsi. Itt van, tessék, bal oldalt. Egyszer már szétnéztünk, itt találunk-e valamit, de nem találtunk semmit. Igen, ez is ismerős, ugye ezek a hidak, aminek nincs pereme, vagy mi korlátja. Így vigyázni kell rajtuk, és akkor mindjárt ott is vagyunk vele. Tök jó volna, ott lenne a következő utas, és akkor még azzal is tudnánk egy kis pénzt keresni. Hát nyilván az nem itt van. Így. 29 dollár. És hova visz a következő? Vissza az állomáshoz. Hát visszamegyünk az állomáshoz. Csak előtte leugrunk Strawberrybe, hogy nehogy éhe halljunk. Ez a bolt, ugye? Ide legurulunk szépen nyugodtan, és akkor majd onnan megyünk el a fuvarért. Azt nem tudom, Strawberrybe hol a kút? Ugye az lesz a probléma itt. De hát biztos, hogy van kút Strawberrybe. Hát csak lehet már vizet tölteni az üres üvegbe.
Vidd el az utas, nincs is utasom. Jííí, már itt is vagyunk, helyikás. Hát majd megjöttünk, látjátok? Van serifség. Mosdótál. Kéne lenni valahol kútnak. Hogy... volt. Gyorsan beszaladunk. Reméljük, ne, itt marad a kocsink. Így is van. Veszünk enni. Ugyanazt lehet kapni sajnos, úgyhogy veszünk egy két darab kenyeret. Két darab üres üveget. Bezárjuk a boltot. És kinyomozzuk itt, hogy hol lehet a kút. A kocsim megvan, az biztos. Az a jó benne, hogy azzal nincs gond. De hol lehet a kút? Na maguknak is, de hol van a kút? Itt mosogat az asszony. Hát ez így nem jó. De várjál, mert a vízből is meg tudjuk tölteni. Szerintem maradjatok itt, pacikák. Azt mondja, hogy szétsztekkeljük őket. Ez biztos. A 4-es, 5-ösön van. Megint iszképet nyomtunk. Leszaladunk ide és megpróbáljuk itt. Ja, de azt meg ki kell főzni. Az nem jó. Keresem a kutat, ne haragudjon már. Menjünk vissza a kocsijé közben, ne hagyjuk ott, mert forgalmi dugó fog kialakulni. Itt se üstöt nem látok, se kutat. Hát érdekes, mert kell lennie, csak én vagyok a vak valószínűleg. Ó, jön egy lovas kocsi, bazzeg. Mindjárt baszom csak. Nem olyan egyszerű ám ezzel a baszom nagy kocsival. Na végre. De most már átmehetnék? Jó napot! Hagyj Isten, jó napot! Hello! Tiszteletem! Jó napot! Urak, hello! Segítség! Valaki információ? Hello!
Hónapot! Tiszteltem, urak! Üdvözletem! Hello! Jó napot! Jó napot! Hallanak az urak? Hello! Tiszteltem! Üdvözlet! Jaj, azt hittem már megnémultam. Jó napot kívánok! Nem tudják ebben a városban hol van a kút? Micsoda? Hát a vizes palackokat akarom megtölteni. Ja, én nem tudom, hogy hol van. Nyomókutat keresek, tudják? Nem tudom. Aha, és van itt üst, vagy azt se tudják akkor? Azt se. Ah. Ó, jaj. Ó, de jó. Na köszönöm az infót, urak. Akkor visznál. Hogy is nem. Ha nem annyira akar menni ez a ló. Engedje ki a féket, jó ember. Hát aztán... Én nem húztam be a féket. Szálljon le. A szálljak vissza? Szálljon. Nem tudom. Na most próbálkozzék. A lovakat elhagyta, ahogy látom. Ha ne vicceljen már. Ló nélkül nehéz lesz. Hát itt van két gyönyörű fehér paripa, de akkor szerintem ezt visszaküldöm ezt a szekeret a gazdájának. Küldje már vissza. Azt kérünk egy másikat akkor. Köszönöm szépen. Vagy szerzünk egy lovat mindjárt. Hova tűnt a lovam? Megbolondult a szekér teljesen. De mi? Ja, lehet, hogy azért, mert messze elfutottam tőle. Nem azért? De miért nincs itt kút? Arról volt szó, hogy van itt egy kút. Hogy mind nagyon sok kutat leraktak a mappon, és lehet vizet tölteni. De itt nincs. És így baj. Az baj. Miért nem raktak akkor? Miért van az, hogy így... Na mindegy. Negyvennégyes szinten vagyunk. Ha most még ezt elvisszük, az azt jelenti, hogy megleszünk. Csak közben éhen fogunk halni. Vagy éhen nem is, de szomjan biztos. Itt is megveszik a halat. Mit kiabálnak itt? Na, akkor utcu. Elviszük és visszamegyünk Valentine-ba, ha fene-fené teszik is még ennyi kajával, meg piával. Na nyomjad! Jó, hogy nem akartak lerabolni. Mi baja volt az utasnak? Mit rinyál?
Nem tudom, hova megy a cél, de nagyon remélem, hogy közel Valentine-hoz. Mit cikázik ezek a lovasok? Csak olyan izét tudnak leírni, hogy öröm nézni. Viszont milyen szép a táj megint. Biztos volt ennek egy varázsa annak idején, ezeknek a természetes dolgok. Na, ne álljál már meg, mennyi. Megy a szarvas, megy a szarvas. Hát túl fogjuk élni. Én azt mondom, túl fogjuk élni. Én hiszek benne. De nem áll csak, hogy minden Valentine-ban van, érted? Mondjuk legrosszabb esetben az ember kilép, akkor, és visszaspawnol Valentine-ba. De szerintem most oda megyek egyébként. Nem néztük meg, de bízom benne. Enni tudunk, és akkor iszunk. Túléljük ezt a dolgot. Egyiste. Mondják már meg, hogy ez miként van. Viszont repu lesz, repu szint lépés. Hadd menjen az a kocsi. Föl a hegyre, le a hegyről. Jól van. Vissza-visz. Fuvarunk ráadásul, ez egy valószínűleg egy drágább fuvar lesz. Várostól városig. Azt nem tudom, hogy ezek a mezőgazdasági munkák hogy vannak. Hogy azt sem tudom, hol kell hozzá venni dolgokat. Menni fog. Nem halunk éhen. Ilyen amúgy sem halunk, ezt mindig elfelejtem. Az ott mi? Jó fele megyünk mi? Oda vesz ez az út, urak. Hölgyek, nézők, drága urak, nézők, írjatok a chatre, chatre. Írjatok a komment szekcióba. Iratkozzatok fel, lájkoljátok a videó. Éppen besötétedik. Épp ideje ez, hogy a napnak ezzel a melóval itt Valentine-ban legyen vége, mert hogy megint a medvéktől kell majd rettegni. De szomorú volt az ott az elején az a helyzet. Na jó, hogy nem jött be a vízbe a maci, az oké. Okay. Csak nem tudtam, hogy a karakter nem tud úszni. Én ezt elfelejtettem, hogy a Red Dead-ben nem tud úszni a karakter. Na, elvisszük az utast. Aztán elmegyünk oda a végéig, ahol a bank van, a fő utca. Ott leadjuk a kocsit. És szerintem egyébként szintet lépek ezzel, hála Istennek. És még vizet is tudunk tölteni.
Ugye, mert az ráadásul itt van pont. Leszáll az utas. Mi is leszállunk. Munkát befejezzük. Gyorsan elmegyünk vizet tölteni. Eszünk, iszunk. Ez így jó. Ezt most itt jól megúsztuk. Hú, az egy kicsit aggódtam, de... Megtöltjük mind a kettőt. Akkor kellett volna, amikor megvettük, mondjuk. Kis buta. Másikat is megtöltjük. Aztán meg is esszük, isszuk a dolgokat. Na, most nézzük, hogy hogy vagyunk. Az egyes, kettes, négyest megesszük, isszuk. Lehet volna iszképet nyomni. Kettest megisszuk. Mennyit tölt? Aha, akkor megisszuk a hármast is, és akkor újra töltjük őket. Én nem tudom meginni. Na, már átkerült a kettes. Megitta mind a kettőt? Mi? Ó, együk meg a... Na, azt mondom, ezekbe az iszképekbe már együnk egy kis kenyeret. Megesszük az ötöst is. Még iszunk akkor. De jaj, de ki akartuk próbálni a dokit, mi? Ne baj, most már csináljuk így. És most? Most meg hányat töltött föl? De most csak egyet tölt, bezzeg meginni meg tudod kettőt, mi? A szemét disznója. Igen. Most akkor ott van... Miért van ez? Faszom. Na most hullos lett a víz, de gondolom megint kiürült az összes. Nem, most meg csak egy ürült ki. Hát ez nagyon jó. Az egyet még akkor megtöltjük. Abban a minutumban megyünk is a bankba. Ugye nem szaladgálunk indokolatlanul. Ez mi ez itt? Minek a hátulja? Hát ez a bank. Ja, de ott nem megyünk be hátulról. Igen. 30 dollár van nálunk, 19 a bankban. Be is fizetünk rögtön. 26-ot. 45 dollárunk van, gyerekek, mint a fúha. Akkor átmegyünk még a boltba. Elmegyünk a dokihoz, egy dollárból főfekszünk az ágyára, megnézzük, hogy mi történik. Megnyomtuk egyszer. Azt látjuk, hogy... És most kikerünk az ágyból. Na jól laktunk, és izé. Hát akkor ez segít. Hát a bajunkon mindig Valentine-ba elmegyünk a dokihoz.
Mert nem tudunk kimenni, ugye? De. Jó, tehát akkor most az történt, hogy jól vagyunk lakva, és mennyibe került ez nekünk? Szerintem ennek pénzbe kellett volna kerülnie. Menjünk a fegyverboltba, csak nem tudom hol. Meg kéne nézni ebbe a kocsmába is, hogy mi van ott. Ez mi itt? Ide be tudok menni, de azon írva, hogy szoba kiadó. És ide nem tudok bemenni. Nézzük, a kocsmáros mit tud. Sör, viszki, vodka, kávé. Jó. Ő nem tud semmit. Ő se. Itt nincs senki, aki egyébként nem lenne NPC. Itt, ez mi? Ez is zárva van, ez gondolom hátsó kijárat. Így van, nem akarunk kimenni, akkor még felmegyünk az emeletre. De megnézzük, hogy itt az ülő NPC nem akar esetleg kártyázni. Van valami. Nem ülünk le hozzájuk, nehogy az, ez is megkéseljen. Igen, az ott egy kártyaasztalnak tűnik. De semmi nem adta föl. Jó, és akkor még az emeleten nézzük meg, hogy milyen szolgáltatások lehetnek. A kályha nem csinál semmit. Igen. Ő mit csinál? Ő valami. Ő biztos, hogy... Nézd, és nem csak beleállt a székbe. Ez itt a terasz. Ez itt micsoda. Zárva van. Hölgye, lehet-e bármit? Nem. Itt van valami kis szalon, ez zárva van. Ezekkel se lehet, csak rossz helyre spónoltak. Ez gondolom egy hátsó terasz. Így van. Ez is zárva van. Még akkor ezt a másik ajtót is lenőzzük, de nem az volt, hogy itt vannak ilyen fürdési lehetőségek? Meg ilyenek? Na, itt van valami. Most az ágyban nem tudok csinálni semmit. A szekrénye nem tudok csinálni semmit. A másik szekrényen sem tudok csinálni semmit. Akkor miért jó az, hogy ebbe a szobába be tudtam jönni? Mosdótál. Azzal sem tudok csinálni semmit. Hát akkor szuper, akkor kimegyünk. Most akkor megnézzük a mappot, hogy hol vagyunk. Elméletileg ebben az épületben volt egy fodrász, ez mi? Ez a szalonnak a izéje. Fodrászat. Volt, izé. Bank. Ruha volt, és ott van a fürdési lehetőség, úgyhogy oda megyünk és megnézzük, hogy mi az. De most már kívülről. Hogy megyek le a lépcső, mint egy buzi? Mert nem arra van. Mivel van a... Ja, a ruhabolt hátulján van a fürdés. Bank. Hát nem kell már sokat dolgozni ahhoz, hogy egyébként legyen... Igen, ruha volt, az engem most nem érdekel, hanem szerintem itt van hátul a fürdőkád. Nem ez az öltöző. Ez az öltöző? Ez ruhatáras. Igen, akkor itt kell átöltözni, és akkor egyen hátrébb van a fürdő szerintem. Nem, ez csak egy sima szoba, ahol nem tudunk csinálni semmit. Hopp.
Érdekes, tudunk fűzni. Hát ez szerintem ez hiba. Vagy akkor minden tűznél tudunk főzni. Na még ott van egy, itt van, fürdő. $1, hát csak kipróbáljuk, nem? Ruhába? Hát ruhába. Ez így sikerült. És ez abba hagyja? Ezt kipróbáltuk. Most legalább tiszták. Tiszta a ruhánk is. Mindenünk tiszta. Na jó van, hát ez kemény volt, kemény volt. Ő, mint NPC, vajon tud-e valamit? Nem. Viszont akkor ebből a tábortűzből kiindulva bármilyen tűznél lehet főzni, én úgy gondolom. Ha igaz, még menjünk be a fegyverboltba, ha már itt vagyunk, és nézzük meg, hogy mennyibe kerül akkor a pisztoly, de 10-re emlékszem. Ez a szalon, az a bank. Ez a gyógyszertár. Jogi iroda. Itt a fegyverbolt. Ja. $10 a pityú, meg $2 hozzá a skuló. Az i is $10. A lasszó, az csak $1. Ez is lámpa, aranylámpa, rifle lőszer, shotig lőszer, repeater lőszer, elefánt lőszer, 30 pisztoly lőszer, revolver. Ez mi? Ez revolvernek számolt, és van pisztoly, de hol lehet a pisztoly, akkor az feka. Hát, van még nálunk egy kis pénz, úgyhogy veszünk egy lasszót, meg egy kést. Azt szerintem nem illegális. És akkor legközelebb, ez mi ez? A sheriff iroda. Lehet, hogy az valódi igéző sheriff. A doktornál doktor van. Azt se tudom, hogy... Igen, mondjad. Igen, mondj. Yes, yes. Igen. You'll change your mind. They always do. Conversation not your strong suit. Hát nem tudunk beszélgetni, ne arra, hogy cicám, de... Jó van, azt hiszem, hogy a városos megy nagyjából kiismertük, hogy ha még elmegyünk, megnézzük akkor a lóárakat, ha már tudjuk, mire készülünk, és akkor lehet, hogy én majd leállítom a felvételt. Akkor megcsinálok még egy-két kanyart. Illetve úgy állítom le a felvételt, hogy még megmutatom, hogy szintet léptem. Mit szóltok hozzá? Legyen még az. Megnézzük most a lóárakat még egyszer, hogy biztosan tudjuk, hogy mire készülünk. Ott van valaki, aki szerintem IT. Szép napot, estét, reggelt.
Jó estét, adj Isten! Hogy kell lovat vásárolni? Kint? Ez 150 dolláros paci. Ez biztos valami brutál jó paci. Ő 100 dolláros. Igen. Az a pici paci lesz szerintem az én lovam. Ez 55. Ez ígéretes, ez szép. Ez a pici fehér, ez gondolom. Na, nézd meg. Mi ez? Mert föl tudok ülni? Halló? Ez nem eladó ló? De ez 70 dollár. Az iciri picici cuki lesz az 50-es szerintem. Így van. B. Morgan paci, 50 dodó. Jó. És mit akartam még? Ja, megmutatni nektek, hogy akkor szintet léptünk, és az a milyen kocsi jár. Hát megyünk ezen a farmon. Ez miért áldogál itt vajon? Vigyem el? Hát nincs kocsim, ne haragudjál. Na, de ő viszont lehet, hogy szóba áll velem. Nézzük meg, hogy mit lehet csinálni. Lehet venni nála répa vetőmagot, kukorica vetőmagot. Ez mi? Aha, tehát így kell. És hol kell vetni, aratni? Itt? De ezek disznólak, meg karámok. Itt állatok vannak, nem? Na minden esetre nézzük meg, hogy szintet léptünk-e. És ha igen, az milyen járművel jár, ugye? Tehát reputáció 46-os, level 5-ös. És a szekerek akkor a 45, a nagy nyitott vagon. Ez mi az? Ugyanolyan. Aha, ilyen előttek le. És akkor most én elköszönök tőletek, leállítom a felvételt, és még kicsit farmolok pénzt nektek, hogy legközelebb együtt megversük a lovat. Jó? És köszönöm szépen, aki megnézte. A lájkokat, feliratkozásokat, kommenteket pedig léci, ne felejtsétek el. Megpróbálom leállítani a felvételt, csak nem látom az egeret. Pillanat. Ó, igen, most. Na szóval, sziasztok. Köszi, hogy itt voltatok.